Váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola minden évben megrendezi Roma napi konferenciáját. A tavalyi évben a konferencia témája a katolikus egyház és a romák kapcsolata volt. Az idei, március 3-án tartott konferencia témáját az egyház szolgálatában álló romák adták. A főiskola II. Szent János Pálról elnevezett termében sok érdekes, elgondolkodtató előadást lehetett meghallgatni, így például Bari József gondolatait is, aki a Bér Miklós Váci megyés püspök által életre hívott Szeferino ház munkatársa. Az első nagy csalódásom egy idős néni volt, amikor frissen megtértem, hogy az Isten szeretete tele van a szívembe, és ozdulok hazafelé a buszon, szerettem volna átadni ennek az idős néninek, akitől én nagyon sokat tanultam a templomba, átadni a helyemet. És ő mondta, hogy nagyon szépen köszönöm, Józsikám, de igazából nem ülnék le, mert félek, hogy elkapok valami fertőzést. Ez engem annyira így lehet mondani, hogy melbe dobott, hogy nem tudtam összerakni, hogy akkor mi ez. Rádöbbentem arra, hogy mind a két fél hordoz nagyon sok sérülést. A cigányság hordoz sérülést a nem cigányoktól, amit éveken keresztül okoztak egymásnak. De viszont a cigányok is hordoznak a nem cigányoktól sérülést. És ez egy olyan fajta sérülés, ami nem gyógyul be olyan idő alatt. Ez nem olyan, hogy a kezemben ejtek egy kis sérülést, és azt bekötözöm, egy hét múlva semmi nyoma. Ez a szívbe ütött sebek. És hogy ennek a gyógyulása, közben képeket is hoztam, tehát ennek a gyógyulása, ez Istenre vár. Személyes hangvételű előadásában beszélt megtéréséről, s arról, hogyan jutott addig, hogy lelkisebei gyógyultnak tekinthesse, és otthon érezhesse magát az egyházban. Az első, amiről beszéltem, a sebeknek, hogy tudják, nem tudom, biztos érezték már, hogy amikor valami a helyére kerül az embernek a szívébe, akkor úgy megváltozik minden. Akkor megváltozik a tanulás, megváltozik az Istennel való kapcsolat, megváltozik a nem cigányokkal való minden olyan fajta dolog, mikor az embernek a szívében úgy oda kerül minden. És a Szeferino házban ezt a dolgot meg kellett fogni, ezt meg kellett szülni, mert ennélkül nem tudtunk volna a cigánysággal vagy a nem cigánysággal foglalkozni. Ebből kifolyólag a Szeferino ház föltárta azt a legnagyobb problémát, ami ma Magyarországon nagyon jelen van. Mégpedig az a fajta probléma, hogy nagyon sérült a kapcsolatunk. Tehát nem tudunk egymással beszélgetni. Nem engedünk időt arra, hogy megismerjük egymást. Mi nem ismerjük már a nem cigányokat, és a nem cigányok meg nem ismernek már bennünket cigányokat. És hogy a Szeferino ház erre a súlyos problémára látott rá, és hogy ezzel kezdte el az első működést, hogy a munkatársak is gyógyulhassanak, vagy gyógyultak lehessenek ezen a területen. Miről is van szó? A Szeferino ház nevét az első boldogávatott cigányemberről, El Peléről kapta, aki a szűkölködők számára az isteni gondviselés látható és állandó megvalósítója kívánt lenni. A ház célja, hogy az evangélium alapján olyan testvéri közösséget építsen, amelyben nyilvánvaló, hogy cigány és nem cigány ember szimmetrikus kapcsolatban egyenrangú testvére lehet a másiknak. Bari József elmondta, hogy II. János Pál pápa gondolatai nyomán nem szabad félnünk, és mernünk kell ablakainkat kinyitva utat adnunk a friss levegőnek, gondolatainkat kimondva és megosztva egymással a cigányság sorsát, jövőjét illetően is.